Szia. Шановні колеги та запрошені гості, дозвольте представити генерального директора Будапештського столичного архіву доктора Тенєреша Іштвана і запрошую. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy én, mint akit felvetek, arról levezessem a mai ünnepélyes könyvemutatót, köszöntsem a rendezvény visz vendégeit, először is Babják Zoltán urat, Terekszász polgármester, Orosz Ildik volt a Kárpátaljai Magyar Főiskolát elnök asszonyát, Mátyás Irina asszonyt, az Ukrán Magyar Történész Egyes Bizottság elnökhelyettest, az Ukrán Bevételes Egyesületnek az első elnök helyettesén is. Külön tisztelettel üdvözlöm Vida László konzul urat Magyarország Ungváru Főkonzulátusáról, Szalivszky Endre urat Magyarország Terekszászi Főkonzulátusáról, és külön tisztelettel Visszük Mihajló urat a Kárpátaljai Állami Területtel, és Utasi Ilona igazgatóhelyettes asszony. És azon vendégeinket, akik már elhangzottak a két név a kötetek szerzői közül, de még elhangzott el Szögi László úré, aki túl mellettem. Budapesten az ELTE Egyetemi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója, és az ELTE Egyetemi Levéltár szintén nyugalmazott igazgatója. És Ávarda László ura, Budapest-Kurányi engedjék meg, hogy majd kérek elzést itt a tolmácsolásra, hogy a tájjak meg, jó? Jó, de most mindenkiért vagyok. Jó, engedjék meg, hogy röviden összefoglalja azt a utat, ami a mai ünnepélyes naphoz vezet el. Budapest Főváros Levéltára és a Kárpátaljai Állami Területi Levéltár között most már közel egy évtizedes szakmai kapcsolat van. Amelynek keretében már 2006-ban a két intézmény együttműködési megállapodást kötött, és ennek a megállapodásnak lett az eredménye a ma bemutatandó Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszász osztályának magyar kormányrendszerű iratairól készült fondjegyzéknek az első kiadása. Azóta más területen is együttműködünk. Magyarország külügyminisztériuma támogatásával egy nagyobb szabású állományvédelmi projektet hajt végre itt Beregszász Budapest Főváros Levéltára együttműködve a Kárpátaljai Területi Levéltárral. Ennek a projektnek keretében mi egy együttműködési megállapodást írtunk alá idén nyáron, július 15-én igazgatóúrral. A megállapodásnak a tartalmi részének az első pontja az nem volt más, mint a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszász iratai fondjegyzékének a második kiadásának a elkészítése és megjelentetése, úgyhogy nagy örömünkre szolgál, tulajdonképpen a most alig három hónapja kötött megállapodásnak az első pontját már teljesíteni is tudtuk. A projekt második, majd másik fele az is folyamatban van, aminek az a célja, hogy az itt Beregszászon őrzött nagyon nagy értékű
történeti iratanyagnak a megmentését valamilyen módon támogatni tudjuk. Ennek keretében mi felszereltünk itt egy helységet modern állományvédelmi restaurálási eszközökkel. Fővárosi levéltár munkatársai, restaurátorai és levéltárosai szeptember végétől folyamatosan itt voltak. Gyakorlatilag elindították az itteni levéltári anyag állományvédelmi munkálatait, megtanították az itteni kollégákat, hogy hogyan kell ezeket az iratokat viszonylag egyszerű beavatkozással, de mégis szakszerű módon jobb állapotba hozni. Ennek keretében ide mi nagyon sok eszközt hoztunk, nagyon sok savmentes dolgozt, ami elősegíti azt, hogy az itt őrzött iratanyag reményünk szerint hosszú távon, de akkor szoktuk mondani időkorlát nélkül megőrzésre kerüljön. Ennek a projektnek a második fele az pedig egy digitalizálási program, amit épp ma kezdünk meg, aminek a célja a kárpátaljai területi levéltárak száz osztályon őrzött elsősorban kataszteri térképeknek a digitalizálása és közzététele. Kicsit hosszúra nyúlt ez a bevezető, de gondoltuk, hogy szükséges elmondani, hogy miért is vagyunk itt, és mi is ennek az esemény legalábbis egyik felének az oka. A másik pedig szintén egy nagyon hosszú projektnek az egyik eredménye, aminek keretében ugye megjelent Szögi László kollégánk kárpátaljai diákok az európai egyetemeken 1407 és 1919 közötti munkája, és úgy gondoltuk, hogy nagyon hasznos, hogyha ennek a két fontos munkának a megjelenés, hogy gyakorlatilag egy időben történt, együtt kerülne ez a két fontos munka itt ünnepélyes bemutatásra. Most felkérném Orosz Ildikó elnök asszonyt, hogy köszönjük el egy bejött az összes. Tisztelt igazgató urak, polgármester úr, kedves kollégák és kedves diákok! Nagy öröm számomra ez a mai nap, mert azt gondolom, hogy a következő együttműködések szempontjából ez egy mérföldkő a kárpátaljai magyar történészek, a kárpátaljai megyei levéltár és a főiskola számára is, hiszen első alkalommal tartunk közös rendezvényt. Eddig vendégek voltunk, udvarolgattunk egymásnak, már közös szomszédságban éltünk, de mióta Misszük Orlett a levéltár igazgatója, és szeretném itt megköszönni és kihangsúlyozni, azóta az a két évtizedes munka, amit annak idején még első rektorom Sós Kálmán is elkezdett, hogy a levéltár az ne börtönként viselkedjen a múltunk számára, hanem egy olyan kincsestárként, amely a kárpátaljai közös gyökereink feltárását segíti. Én úgy érzem, hogy most éppen jó úton vagyunk, az egymásra találás útján, amikor egymást segítve és támogatva tudjuk majd elérni, amit mindketten külön-külön terveztünk. Ebben nagy szerepe van a budapesti levéltárnak és a konzulaknak, akik a közvetítést közöttünk, szomszédok között erőteljesen segítették a múlt két-három évben. Mint a főiskola igazgatója, ahol működik egy történelmi és társadalomtudományi tanszék, és egy Lehoczky kutatóintézet, ami a kárpátaljai múltat próbálja föltárni, legalábbis annak azon oldalát, amit még nem ismer a közösség, azon oldalát, ami segíti, hogy Kárpátalja, mint a múltban, úgy a jövőben is az maradjon, ami volt. Sok-sok nemzet, közös élettere, ahol minnyáján elférünk egymás mellett, békében és háborúban. Ehhez hozzájárul az, hogy a fejekben egyforma múlt kép alakuljon ki,
mert csak akkor lesz egyforma jövőkép. Ehhez viszont az kell, hogy ez a múlt hozzáférhető legyen mindenki számára. Ezt egyrészt segíti, hogy megmaradt emlékeink ne vesszenek el. A mai könyvbemutató is ehhez járok hozzá. Másrészt pedig igen nagy öröm számomra, hogy a 21. században fölvettük a lépést a kor technikájával, és eljutunk odáig, hogy közkincsé tegyük, és akkor mindenki kiolvashatja belőle mindazt, ami ő érdekli. És ez a digitalizálás igen fontos. Ahogy öreg Kányádi Sándor költőnk írta, ha jövő az internetén, akkor mindenünkkel, amik van, szellemi kincsünkkel, kultúránkkal, kurcolkodjunk fel oda, mert így maradhatunk meg. Azt gondolom, hogy ez a mai nap a mi közös megmaradásokat segíti. Ehhez kívánunk mindenkinek sok sikert, jó munkát, és az itt bemutató könyvek szerzőjének, a levéltárok igazgatóinak erőt, egészséget, kitartást és lelkesedést ahhoz, hogy minél hamarabb Beregszász központjában megvalósuljon közös régi álmunk, hogy egyben nyithassuk az oktatás kultúra különböző tereit, értem ez alatt a levéltár, a főiskola, de akár ugye ura bocsássa az egészségügyi szakközépiskola tereit, hisz átjárhatóvá kellene tenni gondolatban és fizikális valósággal is, hogy a fiatalság valóban ne egymás mellett, vagy ne egymással tanulva fejlődik. Sok sikert és jó munkát! Köszönöm szépen! Köszönöm elnök asszony szavait, és most fölkérni visszük Mihajló igazgató úrat, hogy tartsa meg köszöntőt. Szerintem a hosszín, szerintem a kollégák. Практика международной архивной спецоперации на региональном уровне сприяет эффективному развитку нашей архивной справы. Tehát a közös munka a regionális szinten elősegíti a lejártári munka fejlődését. Спільні проекти з нашими колегами є наш результат нашої роботи, якої ми сьогодні теж зібралися. Közös projekteknek a munka meg az eredménye a mai könyvbemutatónak, vagyis a mai könyvbemutató a közös munkának az eredménye. Спільні проекти із колегами допомагають виявляти і поповнювати фонди Держархіву і Національного архівного фонду і документи зарубіжної України. A közös munka az elősegíti az Ukrajna iratjait is, amit feltárunk a külföldi levéltárokba, a különösen a magyar levéltárokba. Мені дуже приємно, що ми сьогодні зібралися для презентації двох книг, яких двох книг, які каже на підставі наших документів. Jó leső érzés, hogy ma összegyűltünk, hogy bemutassuk a két közös projektünknek megint csak a könyveit. Ez a Kremás Pinyol Vidanyá na ugorszki, ukraínszki mói, a Matóvon a Perelikú, Opiszú Fondi. A közös fondjegyzéknek. Igen, a két nyelvű fondjegyzéknek a megjelenése. Berészkópi Grózini, Державного архіву Закарпатської області. О, Берексасі Рейслегника фонді. Саме за до 1918 рік і 1919 рік по 1038 рік, 1944 рік, частину 45 року. 1918-19-ig. 19-es és 38-44-45 közötti iratanyagot. Сьогоднішній презентації це є успішний, каже, успішний проект і договір, якого це колектив Державного архіву Закарпатської області
из коллективом Будапештського столичного архіву. A mai bemutató az egyik sikeres munkánk eredménye, a közös munkánk a Budapesti Fővárosi Levéltárra. De onnan tovább a pereliku opiszi ключно вийшло 1600 фондів. A fond érték 1600 font. Ez a notáció opiszi. És leírási költségei kerültek bele. І адміністративний поділ Закарпаття теж повністю в це увійшло, і церковні книги. А те ж і того така з Едхазі Кюньбек. І не тільки у цих метричних книгах і йшли релігійними конфесіями теж в цей перелік. Több konfessziónak az anyakönyvei kerültek vele. Таке додаткове інформаційне надання значно покращить для пошуку наших дослідників, студентів і ефективності нашої роботи. Az ilyen közös kiadványok elősegítik a kutatási lehetőséget a diákoknak, meg a történészeknek jövőben is. Користуючись нагодою, я хочу подякувати за співпрацю редактору цього видання Аварго Ласло. Szeretném megköszönni Аварго Ласлонок az együttműködést és a munkát. І зачну допомогу у виданні анотованого переліку опису фонді генеральному директору Будапештського столичного архіву Іствану Кемерішу. És a nagy segítséget, amit a Budapesti Fővárosi Levéltárnak a főigazgatója nyújtott Kemeris István. І, шановні присутні, не менш важливою подією є сьогодні і презентація видання «Закарпатські студенти». У закордонних університетах 1407 рік по 1919 рік. І я би хотів більше зауважити в тому, що є це прикладу для тих наших студентів, які є на сьогоднішній день, навчаються в цьому закладі, прикладом того, що є дослідження Ласло Сьогі, що дійсно і тоді наші закарпатські студенти навчалися в інших країнах, в інших університетах. І повертаючи, пожнивали ці плоди, які безпосередньо джерела знань, які вони отримували за кордоном і приїжджали на Закарпаття. Példам тату долога моїх діяковнок і шос, хоч хай, а кибелам тату хай діяк танул Європої едетемекбен, акік вістатвєртек і шостан і вітавєтенька. І ласло, не один архів з дослідженням, не один час провів для того, щоб таке прекрасне видання зробити. Сьогодні нас один тобі ураж, тобі позвосадалма, що дає кутатачі мінкарт вікзет, а позвіби саліча з того. Я думаю, що це видання спонукає наших науковців і так далі, що продовжують цю тему, інше дослідження і буде результат. Що за кіадвань кейстетті о мої тортінесеке, діякукат, ахоз, хоч провадаєш кутатшай тесна тема. Дякую. Нагодою. Szépen köszönjük Misiuk Mihajló igazgató úr szavait, amelyre már kitért a két bemutató könyvnek az erényeire is. És akkor most napirend szerint rátérnénk az első kötetnek az ismertetésére, amelynek ugye szerzői, mint a meghívóból is látható látszik, egy igazgató, tehát Misiuk Mihajló, illetve Kutas Ilona igazgatási asszony, de ők az összeállítója a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi osztályának magyar provenienciájú fondjai és leírási egységei 1918-19-ig és 1938-1944-45 között igen hosszú című munkának. Én most fölkérném dr. Áva László, nyugalmazott főigazgató urat, hogy mutassa be nekünk ezt a könyvet, annál is inkább őt kértük föl, és nagyon örülünk neki, hogy el tudott lenni
jönni ide, hiszen ő volt a kezdeményezője ennek a kötetnek az első kiadásának, de nem csak ennek is, hanem annak az egész vállalkozásnak, amely a Kárpát-medence magyar vonatkozású magyar provenienciájú iratainak a, egyfajta jegyzébe, vételére, fontjegyzébe, vételére törekszik. Fölkérném Ávar Rászlót, hogy mondja a gondolatait a kötet kapcsán. Kedves hallgatóság! Hát egyszerűen ugyanem a teremben, részben azonos közönség előtt bemutattam a 2009-ben megjelent első variációját, első verzióját ennek a mostani kérdésnek. Annyi különbséggel, hogy akkor a Ungvári Egyetár különböző kóból nem képviseltette magát. Most viszont az az ennek asszonytól, hogy hát ez a kapcsolat, ez teljesen megmagyarázott, hogy ezt nem kérdezett is. A másik, amit nagyon fontosnak tartom, hogy azt meg föltűnt, hogy ezt az egész projektet, és itt a Kárpát-Evel kapcsolatot a Vörös Főváros koordinálja, és nem a Magyarországos Egyetem. Gyakorlatilag az Országos Egyetem volt a rendszerváltási igazgatóságnak a működik kapcsolatoknak a fő szervezője, vagy Lajoknál fogva megváltozott a rendszerváltás után, és én, mint a két határmellett születtem Nagyvárattól 14 kilométerre, és 17 évig Salgótarjában voltam igazgató, ahol az kívülkő az film kapcsán ketté. Ezt ott, tehát én azt gondolom, hogy írva kettős időtudásomban kötelességemnek éreztem, mikor félvárat a kerültem, hogy valamilyen formában a határon túli levéltári anyagi ég azt a kezembe. Megyen lehetőségem volt, nem volt, és azért ezt felakaroltam. Nagyon örültem első kezdtől kezdve, amikor Szögi tanáról barátom, akkor rendőrét elégesületet az elnöke szintén magáért tette ezt a gondolatot, később viszont is megöltál és csatlakozott ehhez a gondolatsorhoz. És ami még szintén nagyon fontos számomra, azt mondom, hogy ez fontos, hogyha egy nyugállóan egy igazgató úgy érző, hogy tud és magáért kézzi ezt a gondolatot, és arra köszönhetően kicsit a törőségünk gondolatot, szívügye ez a kapcsolat. Már ne felejtsük el azért, hogy ezzel a kis Budapestünk az nem a mostani 90-ben, azért mondjuk kilométerek volt a fővárosa, amely történeti Magyarországon, mint aztán az idő első volt, de tény azért tény maradt, hogy volt egy 280 ezer millió kilométernyi történeti Magyarországon, amiből két alatt viszont elcsatolták, és ez nem az elcsatolásra fontos, most az én számomra, ezzel együtt a körülbelül a magyar történetnek a két harmadát elcsatolták, tehát határon túl rekedt. Ezt most a hallgatósanak a főiskolai hallgatók mondom, elsődlegesen a biztosség tekinten ezt az egész kérdést. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy körülbelül a Szlovákia, a régi felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Burgellar és egy kicsit itt a horvát-szlovén vidék, kell levő történeti anyagunk 18 személy tanítunk, az kb. Olyan terjedelmű, mint 93-ben volt, kb. Forrásmennyiségű, és mint a Magyarországon található forrásmennyiség, és akkor nem beszéltem Erdélyről, hogy 100 km² nagyobb, mint a történeti Magyarország, és ott belül forrásanyag, majd később beszélek róla, ez is jelenni, illetve a megérkezik ennek a történetet is. És akkor konkrétan rátérve, sorozat. Tehát én úgy gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg számba venni, hogy milyen források rekedtek a határon kívül pillanatkörül. És egy 2000-ben akkor a levéltár igazgató voltam a fővárosban, és kirándulást ezt szerveztem, mert azt gondoltam, hogy akkor nézzük meg, hogy a levételosnak nem csak az a fontos, hogy a levételünket kezelje, hanem azt a milliót is próbálja megösmerni, ahol az adat keletkezett, annak a természeti környezetét és épített örökségét is, és akkor én körbeoltam az én 135 kollégámnak egy jelentős részt, aki vállalkozott rá, Szlovákiában, és kétszer is volt, hogy Kelet-Nyugat-Szlovákiában, Kárpát-Tarján, a Vajdaságban, Szlovákiában, Burgellarban eljutottunk el, és egy ilyen kiránduláson vetette fel Novák Veronika, ő akkor a Szlovák Levéltári Egyesületnek volt az elnöke magyarként, hogy most kérem, hogy megmondja nekem, csak az egyik kötetét
osztom el. 2001-ben a Gyorsúg megjelenti a Kulmanta, a Szlovák levéltárban, levéltár fogjátszik. Ez két évvékor kötetecske volt, és mit szólnák hozzá, hogyha ezt lefordítanák. Mondtam, hogy az ötlet nagyon jó, csak én ennél többre vártam. Tehát ne csak egy fondjegyzék legyen, ahol azt mondom, hogy az intézmény nem X-Y iskola iratai ilyen évkörben és ilyen terjedelemben, de nézzük meg, hogy milyen osztálylakók vannak, vagy anyagkönyvek találhatók az iskolában, vagy bontsuk ki a bíróságokat struktúrájában, az alispáni iratokat, a polgármesteri iratokat, a járási szolgálói anyagokat. Tehát egy sokkal részletesebb jegyzékre vágyom én, mert igazán az segíti a kutatókat sokkal jobban. Szót követett, és gyakorlatilag 2002-re a nyugat-szlovákiai fondoknak a jegyzéke elkészült, majd 2009-re a másik kötet is, ami azért még van itt javítgatni, egy másik kiadása. Aztán szép lassan megjelent a vajdasági kötet is, megjelent a burgellandi kötet is, sőt a burgellandnál még a Szlovéniában található uravidéki iapenagot is, uravidéki is megjelentettük. Tehát pillanatnyilag 5 kötet jelent meg, 1400 valahány oldal terjedelemben. És közben szerveződött, finomodott a kárpátaljai kapcsolatunk, csak a fölmerült, hogy hát eddig igazság szerint ez is két nyelvű volt, mert az 2009 megjelent kötet, de nem ez a tipikus bilingvis kiadás, ahol ugyanazt tetszik olvasni ukránul is, mint magyarul, a fontos címe föl volt tüntetve, de bevezető mutatók egyébként nem voltak ukránul olvasók. És még egy hiányosság volt az, hogy ebben a kötetben nem jelentek meg az anyakönyvékre vonatkozó adatok. Tehát a Beregszász, illetve a kárpátai levéltek azt mondom, az anyakönyvek, tehát az államosított egyházi anyakönyvek a jegyzik, ami nagyon-nagyon fontos manapság, amikor mindenki keres az identitását, mikor, hol született, milyen családban született, milyen vallásúak voltak az őseink. Tehát most megpróbáltuk ebbe a bővített, javított kiadás és hibákockákat kiküszöbölni, mert hát azért tudom, hogy mit akar. És hát született egy több mint ugyanisége kiadvány, ez 600 valahány oldalas, tehát egy igen, most. Hogy miért fontos ez? Hát fontos magyar szempontból, hogy számba vettük, hogy melyek azok a források, amelyek 1918-19 előtt keletkeztek ezen a vidéken, illetve 35 és 44 között úgy szintén melyek azok a források, amelyek az a bizonycsatolást követően vagy levéltárok. Alapelvünk továbbra is az volt, hogy a magyar változatban mindenféleképpen föltüntetjük a ukrán font címét. Egyrészt, másrészt pedig az, hogy a cseh időszakban, csehszlovák időszakban azokat a fontokat, amelyek 19 után, tehát 38 után is működtek, különböző iskolák, községek, ott akkor használatos, tehát a 19. használatos cseh nevét is megadjuk. Érdekes, hogy nem szlovák, ugyanis hát a Szlovákiát, mint a részben önálló állam, vagy a társállam, gyakorlatilag nem volt közigazgatási tapasztalat, ez egy cseh bürokratákat hoztak Kárpátaljára, és ennek szépen csehül vezették a közigazgatás és így nyilvántartásokat. Tehát itt a font címek, ezek a fontoknál csehül is feltüntettük a fontok címét. Ami viszont szintén nagyon fontos, hogy a fontok
magyar fordításánál nem tükörfordítást alkalmaztunk. Ez azért fontos, mert itt Kárpátalján is az a szokás alakult ki valószínűleg orosz hatásra, hogy amikor átveszik a levétel, amikor az utolsó átvételkor használatos nevet adták a fontnak, amely nagyon sok esetben nem tükrözte a mögötte levő igazi fontneveket. Van egy példa, hogy valamelyik iskola, most általános iskola már, de ez polgári korban, mondjuk a kiegyezést megőrzően, polgári iskola volt. És ott van a polgári iskolának a pont, ezt mindenféleképpen megpróbáltuk valamilyen címben, a magyar címben érzékeltetni. Tehát az, hogy szigorúan ragasztottunk, hogy az Kárpátalja, hogy az ukrán nevét nem változtatunk, meg a magyarban a tartalmat próbáltuk visszahozni, tehát mindenféleképpen ezt érzékeltetni szeretnénk volna. Most ennyi a kötetnél is, és már az előző kiadásnál is, tehát szintén nem csak egy font leírásról, font címről van szó, hanem mindenféleképpen próbáltuk kibontani tartalmat is. Most a ukrán rendszer az egy kicsit bonyolult rendszer, a magyartól lényegesen eltér. Én azt szerettem volna, ha mindenféleképpen valami tartalmi kibontás is megtörténik. Ez az opiszos rendszer, ami igazság szerint irat típus leírás. Tehát, hogy milyen típusú iratok találhatók az illető fontra. Azon belül pedig megpróbálta az ukrán rendszer egy kronológiát is megvalósítani, tehát 1600-től 1200-ig, 1700-től 1800-ig, 1800-től 1868-ig, ez lett volna normál idő, mégis is nem így megkörült a dolog, hogy előkerültek az iratok és keveredtek, de mindenféleképpen az egy bő felvilágosítást ad arról, hogy milyen iratok találhatók ma a Kárpátalján. Mindenféleképpen tudni kell, hogy ez azért nem kis levéltár, ez a 7500 és 8000 iratkilométer terjedel, mert pontos minőséget azért nem tudunk, mert szintén az ukrán rendszernek kilométerben, tehát úgy, ha sorban van meg, hogy milyen meddig érne el az iratanyag, hanem őrzési egységekben, tehát ami benne van, puszié, kötelt, doboz, sok minden más, tehát ebben hagyja meg a terjedel, mert most ezt nem lehet átszámítani. Szerencsére volt egy felmérés a 90-es végén, 2000-es évek elején, amikor nagyjából megsatszolták eszközt, ennyi érezzel, hogy milyen elején. Na most mennyi ebből a 18 előkülött, a 30-hoz és a 40-hoz iratanyag? A igazgatóknak a becsülését arra pontosítanám, hogy igaz, 1606 fontja van a kárpátai levéltárnak, de ebből 960 körül az, ami 18 előtt iratanyagot is, vagy 38 utáni és 41 között iratanyagot tartalmaz. Ez az összmennyiségnek a 58%-a, tehát több mint fele, majdnem kétharmad, ami azért nem kevés mennyiség, amit szintén tudni kell, hogy ez egy lezárt levéltár. Tehát itt már nem nincs gyarapodás, csak ebből a korból kerülnek elő iratok ebből az időszakból, akkor persze ezt ide szállítják, de a 40-es után iratok az van. Hát mi ezzel a fontjegyzékkel is szeretnénk segíteni, hogy tényleg ez az iratanyag itt maradjon. Beregszász van, itt a főiskol azért a gyökere itt vannak. Ez a Beregszász környéki terület, ez a magyar epikumnak a területe, tehát itt számítani igazán azok az emberekre, tudósokra, diákokra, eltűntőnészekre, családmutatókra, akik könnyen érhetik, tehát meg kell érhetni a legjobb. Most még egyszer mondom, ez egy segély lett, a levéltársnak ez a feladata, hogy olyan segédanyagokat bocsásson a kutatók rendszerében, amelyben egyre határozottabban, egyre mélyebben tájékozódni
melegebb tárgyban őrzik. Hirtelenebbre mindig azt szoktam mondani, hogy ne legyen kiszolgáltatott a kutató, tehát ellenőrizni tudja, hogy mit található ebben a legjobb tárgyban. Azt gondolom, hogy ez a fontjegyzi nem csak a magyar kutatókat, hanem az ukrán kutatókat is nagyon fogja segíteni, mert tudomásul kell venni, hogy ezt megelőzően, és ők a 1995-ben kötet megelőzően, ilyen jegyzéke a kárpátaljai levéltárban nem volt. Tehát ezért tartom én fontos, hogy mind a két szempontból fontosnak, hogy magyar részről is és ukrán részről is egy tézakutató segítettek kutatókat biztosítani, és természetesen igazgató úraik maximum segítségek. Na most minden kötet, minden segédet akkor teljes, hogyha megfelelő mutatók készülnek hozzá. Mi törekedtünk arra, hogy földrajzi mutató és kognitív is készüljön a kötethez, sőt bizonyos mértékig tárgyakat is a mutatók rendelkezésére bocsátunk, mert a legbőségesebben mindenféleképpen szintén találkoztunk. Hogy mennyire teljes a települések ilyen százalékát fedje. Na most először én anyakönyvekről beszélek, ha jól emlékszem, 609 települése van most Kárpátalján, és 576 települése van anyakönyvék adatok, amely a 96%-os lefedettséget adat, ami nagyon fontos, nagyon fontos és nagyon jó szólási arány. És ezekben mondta a igazgató mondta is, tehát községenként soroljuk fel, az is már egy önmutatós rendszer, és azon belül vallás felekezetek, tehát református, katolikus, hát román, tehát ortodox, örök katolikus, és nem is tudom én. És még ott a visszágy az, hogy tehát én azt gondolom, hogy ez a része, lesz az egyik legkutatottabb a legtörténészet csodálkutatók részére. És egy olyan értéket még egyszer mondom, hoztunk létre, amely azt gondolom, hogy majd a kérdéseket a legtörténészet a kutatást, és sokatat fiatal kollégáknak, főiskola hallgatóknak is nagy segítség lesz, amikor szakdolgozatot vagy esetleg ennek valamit kérdelem, hogy ott a belalkozatok is kedvük szerint volt, kérdők szerint választatnak a témát, és ebben azt mondom, hogy megszívesetek, mert lesz az önök munkája. Aztán, mint említettem, hogy van egy nagy tűr, ergék, a folytatásról beszélve, amelyben szintén lépéseket tettünk. 2011-ben Gyulafehérvár aláírta az országos levéltárban, a Nemzeti Levéltárban, a Magyar Levéltáros Egyesületben és a Munkavállalók Tanácsa, akkor meg is tudták szervezett a együttműködést a román féllel, aminek a lényeg a következő, hogy 16 Erdély megyében, 16 mindegyikben egy-egy kötetben megjelentetjük az ott álló 18 előtti előttári fondokat, államokat, sorozatokat, és kiegészítésképpen vagyunk, azt mondjuk, így lesz teljes, az országos levéltárban Szabolcs, Bihar és Csanád megyében található, és a, hát ma úgy mondjuk, hogy Erdélyre vonatkozó területre vonatkozó forrásokat. Ez úgy 16 kötet lesz az erdélyi anyag, ott keletkezett források vonatkozó és 4-5 kötet a Magyarországon keletkezett tudott anyag. Hát én mindig szeretem, hogyha minél hamarabb a terveket, meg az elképzelésre tettek is követjük, és hát szeretettel mutatom be önöknek, hogy 21-én voltunk Korozsvárat és az első két kötetet. És Maros és Magyar kötete nem is jelent. Hát én bízom ennél megérem, hogy a 21. kötet is meg fog jelenni, és
nem azon sorozatokat fogja gyarapítani ez a vállalkozásunk, amely sajnos Magyarországon sok ilyen van, amely túlnyomóan maradt. Bízom benne, hogy, hogy ez a 21 kötet hát legkésőbb pont 18-ra meg fog jelenni. Hogy ez így lehet, abban óriási nagy segítség a Magyarországon működő nemzeti kulturális alap, amely az elkövetkező 3 évben 5 millió forintra támogatja ezt a projektünket. És hát itt is köszönöm Kenyes István kollégámnak, hogy ő a Nemzeti Tudásak Közügyi Műtőjének a vezetője, és hát ez szívből támogatja ezt a projektet, és hát igen, hogyha ez nem történt volna meg, akkor akkor nehezebben tudtuk volna ezeket megjelenni. Most egy Maros megy anyag már szerkesztésre kész, és úgy néz ki, hogy Fejér megye lesz a következő. Itt ez már 4, még megjelenik 2-3, akkor azt mondom, hogy már túl leszünk, ahogy a felébről tartunk, és akkor utána nincs vissza. Tehát ezt az kötetet, ezt a két kötetet, ennek a szönök adnám a főiskola részére, és én bizony benne, hogy hogy a szönök. Nehogy nálam maradjunk. Hogy a kövén én továbbra is szeretem a külön mondából a könyveket külön. Bizatlan lesz az egymás időség, de azért a fiatalság már az egyesség és az internetről tárgyalózott. Továbbra is abban maradtunk, hogy egyik késésre fölteszik ezeket a mutatókat az internetre, és megpróbáljuk ezeket a keresetőket. Jobb mutatókat tettesz, olyan jobb témaköröket, mint a határnyire kézzel-kézzel mutatónak. Hát azt gondolom, hogy ez meg is visszük uram, hogy egy év múlva ezt is fölentenni az internetre, és akkor tényleg paradától kezdve osztályra mindenki kutathatja, hogy láthatja, hogy milyen forrási halálpatitok átlak előre. Én is szeretem, hogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, főigazgató úr, a szavait. És akkor fölkérném a szerzőpáros nevében Kutas Ilona igazgatóhelyettes asszonyt, hogy osszam el a gondolatait, meg gondolom örömét is, hogy a munkáját készült. Két alkalomkor került megállapodás aláírása a két levéltár között, és mindkét megállapodás értelmében megjelent a fondjegyzékünk. Az első fondjegyzék 2009-ben jelent meg, akkor nagy szükség volt talán, amit nagyon szépen köszönünk is, mivel levéltárunk nem rendelkezett fondjegyzék, magyar nyelvű fondjegyzéke, majdnem, hogy ukrán nyelvűvel sem. Mivel 2004-ben egy román ukrán fondjegyzék jelent meg, amiben egyáltalán nem voltak felbontva a fondok leírási egységekre, de hogy csak a fondok, vagy esetleg az évidőr, vagy a leírási egység számát fondonként ezt lehetett. Köszönöm szépen, tehát akkor mutatja, hogy mi jelent meg. Nagy öröm számunkra, hogy a második megállapodás értelmében viszont megjelent egy új kiadás, ami azt jelenti, hogy kevés volt az első kiadás, tehát hasznos volt, tudják használni úgy magyar kutatók, mint ukrán kutatók, mivel két nyelvű. Aki a kezében tartotta, az láthatja, hogy egyik oldalról magyar nyelven,
ugyanazt találja, amit másik oldalú ukrán nyelven. Tehát látványosan is, látványos a változás. Még annyit szeretnék elmondani, hogy milyen munka folyt ugye a levéltári, két levéltár kollégáink milyen munkát végeztek, de ebből a mi részünket. Mivel főszerkesztő úr is említette, hogy javításokat is vittünk be, tehát nálunk a fondokban 2009 után felmerülő változások belekerültek ebbe a kiadásba, ehhez nekünk egyeztetni kellett az adatokat a levéltárunk nyilvántartási adataival. 2009-ig innen ugye nagyobb munkát elvégeztük, de nem is gondoltuk volna, hogy ez ennyire időigényes ez a munka. Gyorsan-gyorsan, mert csinálni kell, aztán megint javítani kell, megint csinálni kell, de kollektíva kitartott, ezt meg tudtuk csinálni. Mint szó volt arról is, hogy bővült ez a kiadvány az anyakönyvek jegyzékével. Tehát itt alapul a korábban Ungvár és részben beregszászi kollégák által összeállított kárpátaljai felekezeti anyakönyvek lastromát vettük alapul, talán azt is ugye fel kellett dolgozni, mert itt teljesen más formájában került a fontjegyzékbe. Egy ilyen érdekesség még számunkra, hogy amikor az ukrán nyelvű listát csináltuk, akkor felmerült, hogy Kárpátalján több település egyforma neve van. Tehát ilyen esetben mi feltüntettük a járást, amelyikre tartozik az adott település. Folyamatosan napi szinten jobbformán, vagy heti szinten kapcsolatban voltunk a Budapest főváros kollégáival, levéltárosaival, különösen Ávarga Lászlóra, aki hasznos tanácsokkal és útbaigazgatással látott minket, problémák megoldásában segített. Ugyanúgy mi igazgatóunk is, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója is teljes mértékben támogatta a munkánkat. Legalább békén hagytak, hogy tudjunk dolgozni. Úgy érzéken más munkát nem kaptunk. Hát igen. Hát lényegében szerkezetéről már szeretnék köszönetet mondani tiszta szívből, mert tényleg a Budapest főváros levéltár Ávarda László kezdeményezésével sikerült bejutnunk ebbe a nagyszerű sorozatba a fontjegyzékünkkel, mert nagy köszönetet mondok Ávarda László úrnak. Ugyanúgy dr. Kenyeres Istvánnak, a fővárosi levéltár főigazgatójának, aki támogatta, és aki megértette azt, hogy még egy újrakiadásra van szükség, és tett is érte, hogy ez megjelenjen. Idős dr. úrnak, Mikáló Dmitrijevicsnek, itt hagytam ki a Csatári Györgynek, aki nagy munkát végzett. Megjelentessem a fontjegyzékünk kollégáinknak, Budapest főváros levéltár kollégáinknak és mindenkinek, aki véletlenül kihagytam ebből a sorból, nagyon nagy köszönetet érzek irányhoz. Köszönöm szépen! Igen, elnézést kérek, mondtam. Köszönjük! Köszönjük szépen Ilonának a szavait, és hát igen, ő elmondta azt a kulcsot, amit a főigazgató úr csak részben említett. Hát az első leges indok az volt, hogy ebből egy darab sincs már az első kiadásból. Kevés olyan magyarországi kiadvány, vagy levéltári kiadvány van, én nem is nagyon tudok, ami ennyire, utóbbi időben megjelent, hogy ennyire nincs belőle. Tehát már a mi utolsó példányok is elkezdett, tehát nekünk sem volt, csak könyvtárunkban egy darab, mint kiadó. Tehát ez volt az egyik elsődleges indok, hogy itt óriási szükség volt rá, és hogyha már ugye kiadtunk valamit, kiadunk másodszor, akkor legyen jobb, mint az első. És ezen nagyon-nagyon sokat tettek a kötet szerkesztői, ugye Ilona is, igazgató is, és a sorozat szerkesztő, és Csatár, persze, bocsánat, elnézést kérek, és
persze Csatári Gyuri is, és amit főigazgató fölvázol, azt én szeretném nyomatékosítani. Ez egy európai, vagy talán világszinten is egyedülálló sorozat. Ilyen jellegű levéltári regiszter, fondjegyzék sehol nem jelent meg, pedig sok helyen, hogy mondjam, indokolt volna. Magát az egész sorozatot Állagászló főigazgató úr kezdeményezte, és már nagyon örülök, hogy nem csak a fővárosi levéltár, hanem a magyar nemzeti levéltár is mögé áll. Ez olyan szintű sorozat, amire egyébként Franciaországban és Németországban is igencsak felfigyeltek, és hát ezúttal is nagyon hálásak vagyunk azoknak a kollégáknak, szlovákiai, ausztriai, szlovéniai, romániai és természetesen ukrajnai kollégáknak, akik megértették ennek a sorozatnak a jelentőségét, és együttműködtek, hiszen együttműködés nélkül ilyen sorozatot nem lehet készíteni. És most azon túl, hogy ez megadja a kulcsot, például ez a kötet, hogy mi található a Kárpátaljai levéltárban, hogy a többi kötet is, hogyha együtt kézbe vesszük, ez tulajdonképpen a határon túli volt történeti Magyarországnak a teljes, mondhatjuk úgy, fennmaradt történeti emlékezetének a bizonyítéka, tehát a jelentőség az egyszerűen szerintem felbecsülhetetlen. Úgyhogy én ezért is kívánok sok erőt és kitartást azoknak, akik kollégáknak szerintem egyre többen vannak, akik folytatják ezt a sorozatot. És ugye elhangzott, hogy ezt a kiadványt ugyan a fővárosi levéltár adta ki a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, és természetesen rendelkezésre bocsájtjuk a Kárpátaljai Területi Levéltárnak a kiadványnak a digitális PDF változatát is, és összesen 300 példányban jelent meg a kiadvány, mi ebből vállaltunk, hogy valamennyi magyarországi levéltárnak, könyvtárnak, fontosabb múzeumoknak eljuttatjuk. Az e feletti példányt, ez kb. 100 példányt jelentett, ennek a ami megmaradt példányból, ebből ma 100 példányt magunkkal hoztunk, és ezúton adnám át így jelképesen egy példány keretében főigazgatónak ezt a 100 példányt a Kárpátaljai Területi Levéltár részére. Használják egészséggel, és én szeretnék majd egy olyan gőt kapni, hogy az is elfogadott. Szükség van egy harmadik kérdésnek. Főigazgatónak van még egy mondatot csinálni. Említettem, hogy ezt digitálisan is mindenféleképpen, tehát világháborúban kéne tenni. Éppen Istvánnal beszélgettünk, hogy jó lenne ezt egész sorozatot egy CD-be jelentetni, tehát egy közös keresőfelületet létrehozni, és hát ebben a levéltárban nem csak a Kárpátaljára vonatkozó vannak források, hanem a hasára vonatkozóan vannak Nyíregyházára, Sárkóvára. Tehát, hogyha ezt egy közös keresőbe tesszük, akkor összeérni, hogy egy virtuális levéltár alakulhatnak ki, tehát bizonyos források azok, melyik Kárpát-medencei levéltárban találhatók. Tehát ez is egy terv, de szerintem ezt is meg tudjuk valósítani, ennyire szerintem a kérdésünk. Köszönöm. És akkor rátérnénk a mai másik kötetünkre, amelynek ugye Szögi László kollégánk a szerzője, és címe a Kárpátaljai Diákok az Európai Egyetemeken 1407-1919 között, és nagy örömünkre ez a kötet látott napvilágot Ukrajnában. Először is arra kérném Csatári György barátunkat, ugye a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának a tanszékvezető tanára kurát, elfelejtettem az elején köszöntelem, miért az úton kérek elnézést. Mutassa be nekünk ezt a kötetet. Szögi László, Kárpátaljai Diákok az Európai Egyetemeken 1407-1919 ukrán és magyar nyelven Kijevben jelent meg 1900-ben.
űrt próbál lefedni és feltárni egyben a kárpátaljai művelődés történetről és a kárpátaljai diákokról ebben az időben. Mi nagyon tudjuk, hogy ez a kárpátaljai diák a középkorban, meg az újkorban, ezt úgy kell érteni, hogy Ung megye, Bereg megye, Gocsa megye és Máromáros megyének a diákjait kell kérni. Nagyon nagy munka, volt lemértárosként mondunk, hogy nagyon sok forrás dokumentumot kellett átnézni, és ezt mindent különböző egyetemeken. Volt tudomásunk külön erről a témáról már, nagyon szerint tudomásunk, mert azt tudtuk, hogy Betlen Gábor például, aki annak idején Erekszásznak volt a földesura, ő is küldött ösztöndíjjal különböző diákokat, Erekszásznak például az európai egyetemekre, vagy felsőoktatási intézetekre, és a könyvből is ez tükröződik, hogy igenis Bereg megye kiemelten a középkorban, vagyis a magyar középkorban 1626-ban kell érteni, a Bereg megyei diákok az elsők voltak ezeken az egyetemeken, számbelileg is és felkészültségben is. Itt még egy néhány gondolat a kárpátaljai műveltségi állapotokról, mert azt is el kell tudom, hogy ilyen közökülőt mentek ki, lehetőségeik voltak ezeknek a diákoknak abban az időben. Hát mi is volt a helyzet? Az volt a helyzet, hogy nálunk itt 1613-ban alapítottak először gimnáziumot, Horváth Ruget György alapított gimnáziumot Pomonnál, és ezt a gimnáziumot hozták le két évre rá, azt hiszem Ungvárra, és hát itt volt a tudományosságnak a központja 200 napon keresztül. És azt kell elmondani, hogy kiemelni ezekről a gimnáziumokról, hogy itt tanítunk olyan tantárgyakat, amelyek a későbbiekben a felsőoktatásban is megjelennek. Például filozófia, esztétika, retórika tantárgyakat is középiskolai szinten. A magának a gimnáziumnak az épülete az ma is áll, amit 1996-ban épített a Lélemény tiszteletére, és a ma a kémiai tanszék, egy szakma van benne az Újvári Egyetemhez. Itt is volt egy ilyen tudományos központ ebben az időben, középiskolai szinten. A másik ilyen nagy büszkeségünk, ami még így el kell mondani ebben a témára vonatkozóan, hogy 1778-ban megalakult a görögkatolikus papi szeminárium az Újvári Várban. Most a görögkatolikus papi szeminárium a jelenleg a kárpátaljai tudományosság az első ilyen felső főiskolai szintű képzést teremtették itt meg, és itt már a felsőoktatásban megjelenik, mint azok a papi szemináriumban megjelenik, mint azok a tantárgyak, amelyeket megjelenik, itt is tanulnak a főiskolát. Azt jellegzetességképpen meg kell mondani, hogy egyes ukrán és magyar nyelvű könyvekben a szakirodalom megtalálható az, hogy ezek a diákok között a legkedveltebb szakma, vagyis a legkedveltebb tantárgy, vagyis amit tanulni akartak az európai egyetemeken is, ez a teológia volt. A teológia volt a legnépszerűbb tantár, úgy Bereg megyében, meg Kiskun megyében is. Megemlítenék a későbbiekben, még a 16.
16. században megjelent szintén egy középiskolai szintű intézmény, a Máramaros szigeti gimnázium. Na most ilyen tanulási és művelődési lehetőségek voltak itt. Most elgondolhatjuk, hogy a filmáról ebből elgondolhatja, hogy aztán nyilván azért mentek Európába tanulni az itteniek, mert itt nem volt bor, nem voltak meg a megfelelő intézmények, és nem voltak a megfelelő, nem volt meg a megfelelő szakembergárda. Úgyhogy ezeknek az európai egyetemeknek azt köszönhetjük, hogy itt nagyon visszajöttek ezekről az európai egyetemről, és itt nevelték ki az tudós tanár, teológus gárdát, amikre a későbbiekben közigazgatásban, az orvostudományban, a jurisprudenciában, a igazságügyben számítani lehet. Azt is el kell mondani, hogy ebben az időben, hát úgymond könnyű dolga volt a diáknak, mert hát ebből az időben latin nyelven kellett tanulni. Beregszázban, a középiskolában, mondjuk ez már 19. századi történet, jó megtanulták a latin, vagy korábban még az udvári gimnáziumban, és nyitva állt egész előttük egész Európa, nem voltak nyelvi megkötések, ugye talán most talán országon megyünk, annyi nyelvet kellene megtanulni. Igaz, és nehezebb volt ebből a tekintetben. De a későbbiekben itt egy néhány érzékes adatot emeltem ki a könyvnek a bevezető részében, mert tudjuk, a könyv két nagy fontos részből áll. Az első a bevezető, elemző szöveg, a másik pedig maga az adattár. A bevezető szövegben le vannak írva a történelmi különböző körülmények, az ellenzések, a statisztikának a kvintessenciája, ugye az összehasonlító jellemzés, a második pedig az adatbázis. Na most a középiskola, vagyis a középkorra vonatkozóan a Bereg megye, úgymond magasan fölülmint a többi bármelyiknek a diákkör létszámát. Itt kiemelnék egy néhány számadat, hogy 1526-ig Beregmegyén mondjuk 54 diák kezdett tanulni a Külföldi Egyetemet. Mindegyéből 16-ban Márosban 8-an, Bocsánból 6-an, Szaporzsból 2-en. Úgyhogy még egy ilyen statisztika azt is kiemeli, hogy a városok között van egy érdekes népes falu, Vári, ahonnan többen kerültek ki, többen tanult az Európai Egyetemnek, mint például Munkácson vagy Munkácsról vagy Kusztról ebben az időben. Nyilván itt jó tanár felkészítő tanárok voltak, és ezeket a diákokat, jó ösztöndíjakat szerveztek, mert segítségével a diákok tudtak Európában tanulni. Úgyhogy a kötetben gyönyörű szépen le van elemezve, hogy honnan jöttek a diákok, hol tanultak a diákok, milyen képesítést kaptak, mennyi ideig voltak az európai egyetemeken. Sőt, azok az adatok is, ami arra vonatkozik, hogy egy ember, mondjuk egy ilyen hány egyetemen tanult. Erre is van például, hogy több egyetemét is tanult. Úgyhogy a különböző statisztikáknak a segítségével nagyon részletesen pontosan le van írva, hogy milyen szülők gyermekeik tanulnak elsősorban. Itt a 20% ez a kereskedőnek a gyerekei, 15% az állami tisztviselőké, 14% az egyházi személyeké, a humán értelmiségnek a gyerekei 10%, a nemesi birtokosségeké csak 8, a vállalkozóké pedig 6%. Ahogy említettem, a legnépszerűbb a teológia, utána az orvostudomány, a bölcsészettudomány, a jogtudomány,
utána következik mérnöki tudomány és katonai ismeretnek a tudomány. Úgyhogy én nyilván fel lehetnek is tenni a kérdésemet a szerzőjött, igazából az alkalommal. Ott levéltárosként mindig elolvastam, megnéztem a könyvet, feléjét, a hátulját, a füzetét, és nagyon sok levéltár, nagyon sok gyűjteményt szerepel benne, mint forrás, és mindig azon gondolkodtam el, hogy hogy lehet ezt megcsinálni. Mondjuk beülni mondjuk a Berlini Egyetemnek a levéltárába, ami hát nem kevés anyag, 1404-1919-ig, és akkor átlapozzuk az összes szóval indexeket, és akkor azt megnézzük, hogy igenis ez a világ innen származik. És hogy csak elmenni, nem tudom, Jénába, Heldenbergbe, Londonba, és ezt végig csinálni, és akkor elmondom, ez egy ember élet, nem serény. Nyilván voltak segítők, vagy csapat, és akkor ezt a titkot kérik, hogy hárulj el szépen. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen Csatári Györgynek a kötet bemutatóját, és hát akkor Szögi Lászlónak sor, hogy hárulj el nekünk össze. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! A könyvről is pár szót mondok, de a lényeg az, hogy ezt szeretném elhelyezni abban a keretben, annak a munkának, aminek ez csak egy része. Az európai nemzetek számára az értelmiségük kialakulása az egy rendkívül fontos identitásbeli kérdés. Tehát minden nemzet arra törekszik, hogy saját értelmisége legyen, és nyilvánvalóan izgalmas kérdés, hogy ez az értelmiség hogy nő ki, hol nő ki, milyen nagyságrendben nevelkedik, amelyik később a politikai, kulturális, gazdasági vezetője lesz egy adott nációnak. Na most épp azért, mert van egy megkésett fejlődés Kelet-Közép-Dél-Európában, ezért az egyetemi képzés az egy végtelenül fontos ügy, hiszen a nemzeti értelmiség ezeken az egyetemeken jön létre. Na most Európában van egy olyan rész, az úgynevezett centrum, ahol az egyetemek létrejöttek a középkorban, és gazdagságuknál és sok egyéb szempontnál fogva vonzották a periféria hallgatóságát. És van a periféria, ami többszörös áttétellel közvetíti a kultúrát, olyan értelemben, hogy például Magyarországról mennek Bécsbe, de távolabbra Németországba, Hollandiába, Angliába, de ugyanakkor jönnek Galíciából Magyarországra, vagy a Balkánról Magyarországra, és esetenként mennek tovább. Na most ennek érdekében, pontosabban egy téma föltárása érdekében az elmúlt fél évszázadban rendkívül, hogy is mondjam, népszerű lett az egyetem történeti kutatások szerte Európában, de különösen ebben a régióban, a Balkánon, a Baltikumtól le Közép-Európáig. Mi az úgynevezett periféria vizsgáljuk azt, hogy hova ment az értelmiségünk. Nyugat-Európában időnként azt vizsgálják, hogy ők kiket fogadtak be, és hova közvetítették a kultúrát. Na ennek keretében az elmúlt mondjuk 25 évben megkezdtünk egy olyan adatbázis építést Budapesten, elsősorban az ELTE levéltárában, de másutt is, amelynek keretében megpróbáltuk felmérni, hogy a középkori kezdetektől egészen az első világháború végéig hol tanult a magyar értelmiség külföldön. Ez körülbelül azt jelenti, hogy egy 100 000-es adatbázis áll ma már számítógépen rendelkezésre, vagyis a történelmi Magyarországon született személyeknek a külföldi tanulmányait gyűjtöttük össze. Csatári Gyuri kérdésére azt tudom mondani, hogy kétféle módszer van erre, a középkori és a koraújkori anyag jelentős hányada az megjelent azért már, hiszen épp ebben vagyunk mi elmaradva, hogy a nyugat-európai nagy egyetemek a matrikuláikat, anyakönyveiket kiadták. Na most ez sem kis dolog áttekinteni, de mutatók és egyebek segítségével ebből nagyon sok adatot ki lehetett gyűjteni, nagyjából a 18. századig. A 19. század pedig úgy van, ahogy Gyuri mondta, oda bizony el kellett menni Berlinbe, 1810-től az anyakönyveket át kellett nézni,
természetesen nem én egyedül, hanem egy kutatócsoport munkatársai segítségével. Körülbelül 27 ország 210 egyetemén jártunk az elmúlt 25 évben, és gyűjtöttük az anyagot össze. Tehát ez ennek, most azt kell mondjam, hogy egy töredéke, hiszen a 100 ezerből ebbe körülbelül 1000 név található, azonban Kárpátalja értelmisége szempontjából ez nagyon fontos. Mi otthon, tehát Budapesten ezt interneten fogjuk közzétenni végső formájában, de eddig 22 kötetet adtunk ki, ami nem területenként, hanem intézményenként mutatja be a külföldön tanultakat, és számomra is rendkívül fontos, hogy a Kárpát-medence más országaiban működő levéltárokkal együtt dolgozzunk, úgyhogy ilyen típusú kötetet jelentettünk meg a Vajdaságról, Erdélyről, az egy sokkal nehezebb ügy, arról több kötet jelent meg, de már csak az erdélyi románoknak a külföldi egyetemjárásáról is önmagában egy külön kötetet, és most rendkívül nagy öröm számomra, hogy Kárpátaljáról ezt a anyagmennyiséget így együtt ebben a formában tudtuk közreadni, mert úgy gondolom, hogy talán egész Ukrajnában sincs olyan felmérés még, hogy a nyugat-európai egyetemeken kik jártak. Ez csak a kárpátaljai területnek a peregrinációja, de hát el lehetne ezt végezni a teljes Ukrajna területéről, csak óriási munka, amit hát ugyanúgy, ahogy most elmeséltem, el lehetne végezni az egész ukrán terület vonatkozásában. A jelentőségét nem én nekem kell elmondani, akik majd Kárpátalja művelődés történetéről, tudósairól, kultúrájáról fognak kutatni, azokat szerettük volna ezzel segíteni. És talán még annyit mondanék el, hogy ez természetesen nem elég ahhoz, hogy a kárpátalja értelmiség múltját feltárják. És ma már egy másik projektet kezdtünk el Budapesten, amelyiknek az a célja, hogy a teljes Kárpát-medencén belül a középkori, hát azokról természetesen sajnos levéltári források nem maradtak meg, de az első református kollégiumoktól a Nagyszombati Egyetemen át egészen az első világháborúig fennállt intézmények hallgatóságát, ugyanígy egy ilyen hatalmas, ennél a korábbinál jóval nagyobb adattárban gyűjtjük össze. Ez körülbelül 300 ezer beiratkozás lesz, és ebből már olyan 120 ezer meg is van. És ha majd egyszer ez az anyag összeáll, akkor meg tudjuk majd jelentetni, hogy a magyarországi intézményekben, úgy értem, hogy nem csak a maiban, hanem Pozsonytól Kolozsvárig, Kassától mondjuk Keszthelyig, és mit tudom én, Ungvártól egészen a Pesti Műegyetemig, hányan jártak Kárpátaljáról tanulni, ami ennek a sokszorosa lesz, és a kettő együtt fogja kiadni azt, amit mondjuk Kárpátalja értelmiségének neveltetéséről, kialakulásáról és egyéb szerepéről lehet tudni. Még egy utolsó mondat, egy utolsó előtti, hogy természetesen ilyen nagyságrendű kutatásnál mi nem tudunk teljes életrajzot adni. Nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy hát nagyon szép dolog, hogy tudják azt, hogy ki hol jár tanulni, de mi lett vele a következő életútján. Hát kérem szépen, ha valaki majd az ungvári értelmiséget megírja, akkor azt a 200-500-600 embert, vagy a beregszásziakat meg lehet írni egy teljes karrierpálya tekintetében. Ez a feladata az ifjúságnak, aki itt ül, vagy a kollégáknak. Amikor mi 100 ezer beiratkozást gyűjtünk össze, ott nem lehet 100 ezer embernek a karrierpályáját megírni, de ez azért van, hogy önöket segítse, hogy majd ezeket a részkérdéseket is megoldják. És természetesen ez igaz lesz a következő kutatásokra. Én nagyon remélem, hogy igazgató úrral, Ilonával és a kedves kollégákkal együtt tudunk működni abban, hogy majd egy második ilyen kiadvány is megjelenjen. Annyit szeretnék még a legvégén elmondani, hogy ezek a munkák, ahogy ezt Ávarga László barátom is mondta, sosem jelenhettek volna meg, ha nem alakul ki egy jó kapcsolat Ukrajna és Magyarország levéltárosai között.
én nekem ki kell azt emelni, amikor én voltam az Egyesület elnöke, akkor először tudtunk együttműködési szerződést kötni Irina Mátyás asszonnyal az Ukrán és a Magyar Levéltáros Egyesületek között. Itt, nem itt, hanem Ungváron tartottuk meg az első ukrán-magyar levéltáros tudományos konferenciát közösen, és ezek alapozták meg azt a nagyon jó együttműködést, aminek a keretében most itt vagyunk. Én mindenképpen szeretnék éppen emiatt elsősorban Irina Mátyás asszonynak köszönetet mondani azért, hogy ő segítette ennek a könyvnek a kiadását, beleértve a Mi Ukránok civil szervezetet is, aki ezt támogatta, hogy ez megjelenhessen. De természetesen minden sorrend nélkül én nagyon köszönöm Misszük igazgató úrnak és Kutas Ilonának, hogy támogatták azt, hogy ez az együttműködés létrejöjjön, és én úgy érzem, hogy ez egy jó lépés volt arra, hogy itt a Kárpát-medencén belül ezek az együttműködések, amiről az előbb is szóltunk, ezek most már tényleg hasznosan és a valóságban is működjenek, úgyhogy mindenkinek köszönöm, aki segítette ezt a kiadvány létrejöttét. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen szavait, és most fölkenne Mátyás Irina asszonyt, hogy mint akinek igen sok köze volt, mint hogy hallottuk ennek a kötetnek a megjelenéséhez, hogy mondja el, köszönöm szépen. Dobrý den, šéf Nikolaj. Já na vás kývám, jak vaši Maria Baratovi. Já jsem pod kolo zarazila jodorí druzí, protože nás jedná je dávná družba. Navíte, můžeme mást tu kázat Baratovi, protože osadalmaš i švédský Baratčák to dostal za nuke. Já přivezla vám dnes vítání od Kyjeva. I já mám představit tři ipostasy. Наразі я є представником спілки архівістів України. Люди зараз у ставки я живу, і гаром Egyesület tagja vagyok, hányan egyesületet szeretnék bemutatni. Международної громадської організації «Ми українці». Egy nemzetközi polgári egyesület «Mi ukránok». І заступником голови комісії істориків України і Угорщини. És, a ukrán-magyar történészek vegyes egyesületének az elnök helyettese. Dr. Sergej Zgadavsze, між нашими організаціями архівістів Угорщини і України одним із перших була підписана угода про співпрацю. Szögi László már említette, hogy szóval mi voltunk az elsők, akik aláírtuk a közös megegyezést a további munkánkról. І в цій співпраці у нас співпали погляди на те, що будь-яка робота має бути не лише словами, але мати результат. És ebben a megegyezésben abban is megegyeztek, hogy bármilyen munka nem csak szóban nyilvánuljon meg, hanem hogy legyen valami eredménye is. Принагідно я хочу за минулу результативну роботу подякувати доктору Ласло Сьогі і доктору Варда Ласло. Szeretném megköszönni az eredményes munkát Szögi Lászlónak és Árvarda Lászlónak. Ми мали прекрасні стосунки в поїздках українських архівістів в Угорщину і угорських архівістів в Україну. Дуже добре було спілкуватися, що для тих путазажбан іш részt vettek az ukrán levéltárosok Magyarországon és a magyar levéltárosok Ukrajnában. І так само ми мали реальну співпрацю у друкованих виданнях. És ugyanígy megtörtént, tehát reálisan a közös munka a megjelenő könyvekben is. Як, якщо говорити про сьогоднішню презентацію і дві книги, яку ми маємо сьогодні відпустити в світ, передати руки читачам і дослідникам, то найважливіше, мабуть, буде образне уявлення. Ми уявимо собі дослідника, який стоїть як скульптор перед глибою каміння. A mai könyvben, tehát elengedjük már a vinákban, akkor úgy kellene elképzelni, hogy áll egy
Супер. Супер, спасибо всем. Він не знає, як з цього зробити прекрасно. Вони ж нам тут я відміти щинаю, але. Він не знає, як з цього зробити прекрасну скульптуру. Не тут я вивчити ремек Дьонію Сейб Собро. І тут з'являється архівіст. І що можна акурвегера? Який дає цьому досліднику інструмент. Акьоде все саме. І завдяки цьому інструменту з'являється прекрасна скульптура. Все стану, кисунгетує Магеламік, одягірю всі. Наукове дослідження. Я надзвичайно щаслива, що тут присутня молодь. Тому що все, що ми робимо заради того, щоб ви взяли це знамено і понесли його далі. Mert amit csinálunk, azért csináljuk, hogy vegyék át a stafétát, igen. Obidvi knihe, vone nadzvyczajno vazhlivi, vone dla vas. Це тільки інструмент. Це тільки інструмент, завдяки якому можна витисати кожне дослідження. És ez is csak egy szerszám ahhoz, hogy elkezdenek egy bármilyen kutatást. У площині українсько-угорських наукових стосунків надзвичайно багато нових тем. Az ukrán-magyar történetben, vagy történettudományban nagyon sok téma vár feltárásra. І мені б дуже хотілося, щоб ви зацікавилися і українськими студентами в Угорщині, в Європі, і щоб ви дослідили не лише базу даних, яка представлена героїчними зусиллями пана Сьогі Ласло, але і дослідили долі тих людей, які вчилися за кордонами, за межами. Дуже серйозно і фокусувалася на цій темі, але ж тоді з українськими діяками, які кюфродом танутак, і що не чек az adatbázisokkal foglalkozzanak, és a jövőben előállítsák ezeknek a diákoknak a életrajzokat is. Я не буду переказувати зміст, оскільки вже виступав автор, але я хотіла би сказати, що доля цієї книги як шлях ваганта середньовічного, вона дуже тривала. Таке складне враження, що мені це не зовсім надовго. Ну, довго видавалася ця книга. Вона шукає глибокий аж роботи за тим. Знаєте, бо вона ця книга мала побачити світ 5 років тому. І, мабуть, це добре, що склалося так, що саме сьогодні презентуються дві книги. Вступне слово в цій книзі написав посол України в Угорщині, який дуже добре знає пана Сьогі і цінує його науковий внесок. Ну, зараз вже на даний момент, коли писалася книга, пан Мушка вихід з Берегова, пан Мушка написав. Пан Рушак, ночка за Києв, зараз не готовий. Але книга вийшла двома мовами, українською і угорською. І мені хочеться вірити в те, що ці дослідження будуть продовжені. Оскільки я виконую місію і ще і заступника голови Українсько-Угорської комісії істориків, я маю дуже приємну місію вручити нагороди від Українсько-Угорської комісії істориків авторам цієї нинішніх книг, які сьогодні презентують. Vegyes Egyesület Magyar, Ukrán-Magyar Történészet Vegyes Egyesületnek az elnök helyettese vagyok itt, tehát szeretném átadni a tüntetéseket a magyar kollégáknak. Комісія істориків України і Угорщини висловлює глибоку повагу і щиру вдячність доктору Варзі Ласло, головному редактору, колишньому генеральному директору Будапештського столичного архіву, за вагомий внесок ви перекладіть тим мені українсько-угорських наукових зв'язків істориків та архівістів, розширення доступу до архівної інформації через видання анотованого переліку описів угорського походу. Так, Варзі Ласло, середня автодня, кітлю та тіш, обхозу шумі.
Комісія істориків України і Угорщини висловлює глибоку повагу і щиру вдячність колективу Державного архіву Закарпатської області за вагомий внесок у розвиток українських угорських наукових зв'язків історичної архівської. Комісія істориків України і Угорщини висловлює глибоку повагу і щиру вдячність доктора Чотарі Юрія, завідувача кафедри історії та суспільних дисциплін Закарпатського угорського інституту. Комісія істориків України і Угорщини висловлює глибоку повагу і щиру вдячність колективу Будапештського столичного архіву за вагомий внесок у розвиток українсько-угорських наукових стосунків. Я хочу сказати, що це невеличка така книга. Я пишу не лише про архіви, це книга про Київ. Невеличкі нотатки про Київ із його найкращими місцями. Просто невеличко. Комісія істориків України і Угорщини висловлює глибоку повагу і щиру вдячність професору доктору Сьогі Ласу. Комісія історики України і Угорщини висловлює глибоку повагу і щиру вдячність Олені Йосипівні Куташі, заступника директора Головного зберігачого фонду Державного архіву Закарпатської області. Шановні колеги, я була дуже збентежена від відвідання цього інституту. Мені здається, що студенти мають величезне щастя навчатися в цих стінах. І мені хочеться залишити згадку про Київ. І дозвольте пані Ільдіка вручити вам цю книжечку про Київ. Дякую. Szépen köszönjük Mátyás Irina szavait, meg hát a kitüntetéseket, és azt engedjék meg, mert én meglepődtem, hogy miért kaptam a kitüntetést, de hogy felolvassam, hogy én nem értett sajnos ukránul, tehát ezt nagyon örülünk, hogy ezt a Budapest Főváros Levéltár munkatársai kapták, amire nem büszkék vagyunk, ezt kis fogjuk tenni a Disztermúba ezt a kitüntetést. És az állásként engedjék meg, hogy hát kiavítsunk némi protokollális papit. És hát ugye köszöntők között ugye vendéglátónkor a Szilvikának asszony már köszöntött minket, ugye, mint a, ennek a gyönyörű intézménynek a vezetője és a gyönyörű könyvtárteremnek a gazdája. De hát ugye ő is említette, hogy hát ahol vagyunk, az a tér, az a város, anélkül ugye nem lenne itt sem a főiskola, sem a levéltár, és hát nagyon hálásak vagyunk Beregszász város támogatásáért is, és én fölkérném, hogy Polgár Zoltán polgármester úr egy pár szóval zárja le a mai programot. Köszönöm, hogy visszatér. Milyen tisztel megjelentek az úrtét, hogy gyakorlatilag за можливість побути з вами рядом. Почути про дуже важливі новини для історії Берегова, для історії Закарпаття, зокрема. На мою думку, ці видання, які були презентовані сьогодні, будуть дали дуже яким прикладом взаємовідносин між нашими націями та будуть показувати нам подальший шлях наших дружних стосунків. Мій тисцятель Бежутек. Негедік ми, хоч хвилин меквісоння Москва Ертушіґет, хоч я початком мене хоптав суд, лайкушкин, так едіпін дезав. Десе пюгешес. Уть кел єшен, хоч іртекет фарішмерве бенне, тут вас, хоч Берегсас медію гуварошкин, медія сірка вот, іш нем, некем, лети, нем, некем кисметуєн, он ez a megyére vért el Beregszászban, hanem a történelem akarta, hogy ez így legyen. És számomra nagyon fontos az, hogy a mai esemény az olyan nyomot fog tudni hagyni
a főiskola, Beregszászváros, illetve a megyei levéltár történelmében, ami a felnövekvő nemzedékeinknek pontos forrásokat fog arra biztosítani, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk és hová megyünk. Szeretném ebben a munkában kiemelni nagyon sok munkatársnak az érdemét, de azt hiszem, hogy az idő hiányában én azt szeretném csak mondani, hogy ha nem Kutasi Ilona lett volna ma, az utóbbi időben a megyei levéltár beregszászi archívumának az igazgatónője, akkor lehet, hogy ugyanígy mentek volna dolgok, de hogy lassabban, egy kicsit böcögősebben, és nem véletlenül, amikor a dr. Ávarga László beszédében megemlítette azt, hogy az ezelőtti prezentáció, az ezelőtti bemutatón nem vettek részt a megyei levéltár képviselői. Nekem ez nagyon fontos információ volt, azért, hogy lássam azt, hogy most éveznek. Ez egy bizonyos álláspontok közelítését jelenti, és véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a következő kutatásokban is nagyon fontos szerepeket tudjanak játszani azok, akik Beregszászló távol, de egyetérezve és egyetértve velünk végzik a munkáját. Шановний Михайло Дмитрович, я рахую так, що ці роботи не були би так якісно виконані, якщо не пані Куташі Ілона Йосипівна була б керівником даного закладу. Я дуже вдячний за її роботу і також рахую, що за доцільне її преміювання в наступних можливих подіях. І дуже дякую за те, що ви є для нас і то, що ви ставите дуже гибке відношення до наших взаємовідносин. Дякую вам за можливість. Дякую всіх вам. Reggeljék meg, hogy egy mondatot mondjam. Csak szeretettel meghívok mindenkit, a kedves vendégeket, akik részt vettek a Rákóczi teremben, ahol mindezt a sok könyvet megünnepelhetjük, és ahol talán egy kicsit belső melegítésre is rámelegíthetjük a helyzetet. Sajnos a bizottság még mindig nem jött be Ungváról, hogy beengedje a gázt, és önkényesen a lopvát nem tudjuk felbontani. Remélem, hogy a bajnak, hogy holnap megérkeznek, és akkor holnap is kezdve melegít lesz. Azért, hogy belső szintés úr a bajánat. Gratulálok, és köszönjük szépen, illetve remélem, hogy ebből a könyvet is vehetett, hogy kapatok. Я ще раз хотів подякувати всім присутнім учасникам цього видання цих обідників і подякувати інституту пані Любіті за те, що нас тут прийняла. Але я думаю, що це початок нашої роботи, тому що фундамент вже закладений по співпраці. Так склалося історично, що історія була наша спільна. Ну, по різних тих моментах є що досліджувати. Мені дуже приємно, що зараз є студенти з нами, які безпосередньо все побачили наяву. Є, як каже, для них є путівник, є та стежка, по якій вони повинні йти. А досліджувати є багато. Я бачу, що у вас тільки ще вільних полиць є, де можна багато чого, як каже, дослідникам і студентам написати, дослідити. І все буде зберігатися тут у вашому вузі. Так що я закликаю всіх до праці, до нових досліджень, до нових видання і до нових презентацій. Я всіх вам дякую за участь. І хочу Ірині Борисовичу подякувати за нагороду, за те, що дійсно нас підтримала у тому. Я знаю, як це все видавалося, ви дуже. Це було більше, як каже, спілкування, але я дуже радий, що є результат нашого спілкування, нашої роботи. Всім Іштвану за те, що співпрацю. Тож не раз ми говорили, коли це буде презентація і як це буде. Я всім дякую. І генеральним консулам, які сьогодні зараз присутні, теж, як кажуть, прийняли цю участь у нашій мероприємстві.
нашої презентації наших книг. Можна мені говорити? Я хочу звернутися до молоді, бо, знаєте, багато мене багато років, і ви згадаєте, що колись була така зустріч. Ви маєте зараз можливість отримати автограф у автора, хто хоче далі працювати, отримати цю книгу абсолютно безкоштовно, підійдіть. És akkor az Ilona elmondaná, hogy milyen sorsot szállnak a kötetek. Hát gondolom, hogy a könyvtár ugye már jelezte, és azt nagyon szívesen adjuk, mert tudjuk, hogy annak használt veszi a vitteni diását. De gondolom, hogy aki szeretnének, itt látható az Дякую, що вручити вже вашого дозволу. Вже наше. Вже наше. Дякую, пару, старайте. Дякую, пару, старайте.